Köszöntjük a nézőket, ez a Pannon reggeli évértékelő szubjektívjének második epizódja, és ott hagytuk abba az imént Zvekán Péterrel, Lajko Anettel, valamint Sánta Zolival, és jó magammal, Brasnyó Zolival, hogy éppen a gombosi élményeinket tárgyaltuk, éppen ezekről beszélgettünk, és éppen a vaddisznó lesről beszélgettünk, ami nem valósult meg, bármennyire is szerettük de volna. De nem valósult, de én mondtam, hogy nem fog megvalósulni, azért, mert a Zeci nem bírt magával, sietett vissza a városba, nem bírta beton nélkül, és én mondtam, hogy este fele kell kimenni oda a Tuskós nevezető ez a Tuskós helyre, nevű, de helyzet. Mert akkor jön neki. Ne nézte sehova. Miattad jöttünk vissza, miattad siettünk vissza. Azért, mert én vezettem, mert ti lazák voltatok, én hajnalban már mentem mindenkiért. Jaj, borzasztó, édesem. Igen, Isten, nagyon nehéz az élet. Az nekem már 6-kor indulni akar. Mondta, hogy jön 5 óra 50-kor már indulna, vagy valami ilyesmi volt. És mondtam, hogy gyerekek, azért annyira ne menjünk már korán. De aztán végül mégis kell kimenni, és akkor előjönnek a vaddisznók, meg sakát is lehet látni. Most biztos néznek bennünket gombosiak is, és ők tudják, hogy igazam van. De majd még egyszer elviszlek benneteket oda is. Meg tudjátok, mi volt a trükk még az egészben? Emlékszem, hogy akkor le volt zárva a zombor felé vezető út? Jaj, igen. Komplett körbe kellett. Igen, úgy mentünk, hogy topolja kúla azon a részen, ami egyébként elég rossz állapotban van. Vadnyugatias. De hát jó van. De jó volt a gombos. Voltunk Anett családi házába is, igen, ahol kaptunk olyan fantasztikus zsíros kenyeret, igen, ami nagyon jó volt. Amilyet a főnök kávézójában se lehet venni. Gombosi víz és a többi. Jó volt. Tényleg jó volt. Tényleg és nem láttunk vaddisztót, de volt egy momentum, amikor megrezdült valami a bokorban, és megint csak menekültünk az autóba. De aztán rájöttünk, hogy az újvári zsombi az igazából, aki követett bennünket egészen Kanizsától idáig, illetve Gombosig. És apropó, ha már újvári zsombor, most következik egy jelenet, amit ő küldött nekünk, illetve a Pannon Televízió nézőinek és a rádió hallgatóinak. Megnézzük pillanatokon belül. Köszöntök mindenkit, újvári zsombor vagyok. Nagyon örülök, hogy a 2021-es évben is sokat szerepelhettem a Pannon Rádióban. Én bízok benne, hogy a jövő évben is hasonlóan vidám perceket tudunk szerezni mindenki számára. Hallgassatok minket, és biztassatok ötleteitekkel, meglátásaitokkal, és néha azért a Sánta Zolinak is szóljatok be. Köszönjük szépen, Zsombi, és átadtuk üdvözletedet Sánta Zolinak. Jövőre is kapcsolni fogunk nyilvánvalóan, ezt nem hagyjuk ki, nem hagynánk ki semmi pénzért sem. És amellett, hogy ugye időnként kapcsoltuk Zsombit, azért terepen is találkoztunk vele, hiszen például Zecivel voltunk vadásznapokon, Magyar Kanizsán fogtunk a kezünkben puskát. Ez volt a legnagyobb. A középiskola után újra puskát fogtunk a kezünkbe. Nem tudom most úgy átadni a történetet, mert én nem értek a puskákhoz, de a következő hát dolog volt. Nagyon izgalmas volt a szilveszter, különben még borzasztó sokat segít nekünk, nincs semmi gond, de ez egy kedvenc terepi helyszínem, a vadásznap. Gombos után, igen. És a lényeg az, hogy szilveszter mondta, hogy hozd nekünk puskákat, amik nem lesznek megtöltve. Tehát, hogy totál biztonságos, ezt a hoz puskákat. Elővette az első spéci puskát, Brasnyó, hogy ha nem tévedek, ez egy ilyen meg ilyen típusú, ilyen meg ilyen ekkora kaliberű puska, szilveszter, hogy igen. Elővette a következő. Brasnyó, hogy ha nem tévedek, ez egy ekkora kaliberű, nem tudom, 1978 óta gyártják, azt mondja, igen. Hát a nápolyi barátaiktól tudom ezeket. Mondod, te honnan tudsz erről? Azt mondja, a videójátékokból. Ismerem az összes puskát. Én ezt azóta... KGB is volt. Most sem értem, hogy... Ezt mi ismerte az összes puskát? Nem tudom, tényleg a videójátékokból? Hát van ilyen is, de egyébként nem mondom, hát ez nyilvánvaló, hogy egy-két ilyen klasszikus típus volt. Azt nem egyébként, hogy milyen kaliber, meg sem, az egyiknél tudtam megmondani. Hát, de mondtad. Kaliber. Igen, ott az egyiknél eszembe jutott, de a legtöbbnél azért nem inkább a többit csak úgy néztem, szóval azért ezek spéci fegyverek. Tényleg nagyon jó volt. Láttunk súlymokat, láttunk kutyákat. Mi volt még rajtunk kívül, milyen állatok voltak még? Kutyákat gombosan. Kutya, meg sólyom. Meg fegyveres. Meg sólyom, aha. Meg ettünk egy csomó mindent. Lehetett enni borz paprikást, vagy pörköltet, nem tudom, mi a helyes kifejezés. Komolyan. Vaddisznó, borz. Szarvas. Igen, volt valami ilyen, de szerintem csak kamu volt, azt mondták. Ne, anyóik ettek borz. Ja, hogy ettek volt, akkor lehet, hogy mi is ettünk. Borz. Vagy átcsesztek még hát egy disznó borz. Biztos, hogy át. Nem tudom, de lehet, az ki, biztos, ki, lehet, hogy kitoltak velünk, nem tudom. Na, nagyon érdekes volt azért, mert ott totál fel lettünk hype-olva, mert egy csomó olyan dolgot próbáltunk ki a nyáron, amire normál esetben úgy mi azt szerintem soha nem találkoznánk vele. Így jött például az, hogy elmondjuk a történetet, szerintem ennyi belefél, hogy Palics partján volt egy műsorunk, amikor is meg volt beszélve, hogy a szenzációja a műsornak az lesz, hogy ott, ahol mi vagyunk, oda kiköt majd egy vitorláshajó,
és mi ott arra felmegyünk, vagy stb. Stb. Amint megérkeztünk, rögtön szóltak a vitorlásra, hogy nem fog jönni. Boom, kész az egész. Anett telefonál, én telefonáltam, ültünk a kocsiba erre-arra, az utolsó pillanatban... Elmész? Sírva. Micsoda? Ültünk a kocsiba, így én nem megnyugodott. Mármint, hogy mentünk a kocsival, tudod, a jaklubban, meg minden, hívtunk mindenkit, és az utolsó pillanatban jött Viktor, és megmentette a napot. Akit én hívtam, akit, nehogy, igen, nehogy azt higgyétek, hogy a Zeci intézte. Anett intézte. Jött Viktor, és a végén azt mondta, tudjátok mit? Siettek? Mondjuk nem. Vitorlázzunk egyet, és mi Jézusom, órákig kint voltunk a vizet. Három órát vitorláztunk, sajnos brasnyóink nem tudtak jönni. Borús közben a Lépabréla Jugoszlovenka című dalát. De mi kb. Én arra számítottam, hogy ez egy órás vitorlázás lesz, mert ugye Viktor így mondta, hogy az árakat, hogy és akkor egy órás vitorlázás, ennyibe kerül. Mondottam, elvisz bennünket, nem. Hát még jó, hogy nem. Tudod, mennyibe került ez a három óra? És három órát vitorláztunk úgy, hogy végülis a Palicsitó tavat teljesen bejártunk. Totálisan tehát, hogy a fantasztikus volt. Bombát kivettétek, olyan... vagy talán nem, de tiszta a vize egyébként. Nagyon szép, hogy bejártunk. Nem annyira zavaros, és teljesen más élmény, mint a parcsolat. Úgyhogy, de hát itt van, vitorláztunk, fegyvereztünk, sólymáztunk, motorcsónakoztunk a Dunán, mennyi mindent csináltunk, mindenféle kaját ettünk. Tényleg voltunk, idén is sikerült átlépni a határt, voltunk Mórahalmon, ami mindig egy szuper helyszín. Ahol pont az ott az apró, hogy akkor jelentették be, hogy többet nem kell védettségigazolás, hogyha mondjuk el akarsz oda menni beltérre is. Szóval elég jó volt ahhoz képest, hogy mennyire zártak voltunk mi részben, azért szerintem sok helyre mentünk. Aztán pedig jött egy nagy boom, most nem tudom a terve az mikor jönne, de majd arról is beszélünk, hogy aztán jött egy rohadt nagy meglepetés itt az év második felében, mert itt szeptember-október után elmentünk rendezvényekre, ahol megjött a nagy meglepetés. Ahol meg elkezdtek özönleni az emberek, amit én a mai napig nem értek, hogy miért történt, de ez egy fantasztikus érzés. Aha, de miért nagy közönség? Akkor rátérhetünk? Hát rátérhetünk, azért, persze. Szóval a következő dolog történt. Az egész úgy indult, hogy körülbelül ott párhuzamosan valahogy megindult két olyan felkérés, és ez nagyon rövid időn belül volt. Az egyik az, hogy mi a Brassnemzorival menjünk el a WIC konferenciára, amit fiatalok szerveznek, a WIFO-sok, és hogy menjünk el oda, hogy hát adjunk is elő, meg hogy vezessük le az egész estet. És mondtuk, hogy oké. Párhuzamosan ezzel Anettel mi úgy volt, hogy megyünk a Töpörtyű Fesztiválra, Palicsra. Ja, a Hagyományok Téli Fesztiválra. Igen, és rendben is van, és először elmentünk ugye egy... Tehát csak azért érdekes, mert teljesen más közeg a kettő, korosztály, minden más. És elmentünk Brasnyóval, és mi még az előadásba is kérdeztük, hogy ki hallgat rádiót, ami meglepődtünk, hogy egy csomóan, és utána beszélgettünk fiatalokkal, és felfogadatlan a számomra, hogy a 20 pár éves generáció, vagy ez 19-től 20 pár, miért hallgatnak rá, és miért tudják a műsort, hát, és miért tudnak minket? Vagy csak udvariasak voltak velünk, és egyébként nem hallgatnak rá. Részleteket, de egyébként tényleg tudták a dolgokat, mi is. Ezzel azért meglepődtünk. Hogy ne lepődtünk volna meg, és egyébként azon lepődtem meg, ugye tényleg megyünk ilyenekre, ebben nem az érdekes, hogy bennünket oda elhívnak, hanem az az érdekes, hogy milyen emberekkel találkozunk. És nekem például ebben a WIFO konferenciában is az volt a legizgalmasabb, hogy ugye sokan mondják azt, pszichológusok, egyszerű emberek, közemberek, kommentekben olvassuk, hogy a mai fiatalság az ugye semmire sem való, ugye a mai fiatalságot semmi sem érdekli, és akkor jönnek ezek a közhelyek. De az az igazság, hogy ott a WIFO-n, illetve a WIFO konferencián, ott tényleg annyira tehetséges fiatalokkal találkoztunk, és nem csak a színpadon, hanem ott a szervezők körében is, a nézők között is. Erre jött a következő dolog, az pedig az, hogy Anettal elmentünk a Téli Hagyományok Fesztiváljára, ami pedig azért volt érdekes, hogy teljesen más közeg, borzasztó hideg volt aznap, nagyon féltünk a netten, mert -7 fokba indultunk el, nagyon beöltöztünk. De rajtad akkor volt az aktív rúzulás. Napokig így emlegettük, hogy egész Palics megtudta, hogy az Anett aktív folyamatosan fázott, én mondtam, hogy én nem fázok rajtam aktív ruhába, az kiderült, hogy Sátazoli... Én már csupa víz vagyok, Sátazoli... én már tisztára lészettem. Sátazoli... apukája írta be a műsor, hogy az nem aktív ruha, hanem funkcionális ruha. Úgy hívják, hogy mondom, hogy akkor legyen funkcionális ruha. Legalább ami aktív, az Eci nem is aktív, legalább a ruhája legyen az. Annyira jó sikerült az a rendezvény, ahhoz képest nem tudtam, mire kell számítani. Annett sem tudtam, nem tudtam, hogy belementünk. Hát nem volt úgy konkrét forgatókönyv nyilván. Voltak olyan nehézségek előtte, de... Tudtuk, hogy nagyjából 5 órát kell ott lenni. Nagyon jó lett, és
ott jött a következő, de tényleg pozitívnak mondom, egy hatalmas meglepetés, ott amikor kimentünk, onnantól kezdve végig folyamatosan jöttek az emberek, találkoztunk egy csomó mindenkivel, mesélték, hogy hallgatják. Ott is változó korosztály, tehát idősek, fiatalok. De nem, de tudjátok, ez mennyire jó? Meg oda, akkor is nekem, ez volt az első ilyen élményem tulajdonképpen, hogy oda jöttek, hogy így, jaj, lehet egy fotót, meg úgy, de nem is értem ezt egyébként, mert hogy nekünk ez teljesen normális, hogy ezt csináljuk, vagy ez a foglalkozásunk. Eszembe nem jutna, vagy nem is tudom, hogy lenne olyan rádiós műsorvezető, akihez így mondjuk oda mennék, hogy így szabad egy fotót. Hát én azért hát vele van már, szerencsére van már sok, úgyhogy azok, hogy ki van tapétázva a ház. Neked aztán voltak fellépések idén, nem? Vagy elmaradtak? Mm-hmm. Vagy mi volt itt a helyzet? A zenei szcínában, Vajdaságban. Érezhetően volt egy ilyen nagy boom ebben is. Nagyon megindultak a rendezvények, és igen, szüksége volt az embereknek a sanzonokra. Ezzel mi tudunk szolgálni. Viszont voltak ilyen specifikus szituációk egyébként, amik miatt egy kicsit ilyen komikusabb volt maga a helyzet, ahol zenélni kellett. Egy lakodalomban játszottunk, egyébként egy kolléganőnknek a Lagziáról van szó. Tegyük hozzá, hogy ez a Kontra Bajándó című felállás. Pont nem azzal a zenekarra. Pont nem azzal, De ez egy akár ilyen... azzal is lehetett volna. De ez egyébként akkor egy milyen formáció volt, és akkor többet nem mondok semmit. Ez egy ilyen esküvői zenekarral történt, én oda beúróként mentem. Én ezt úgy éjjeli sétálgatók, de hát ő velük zenélt az olyan. Igen. És addigra, mire megszervezték, hogy meg tudták szervezni ezt a lakodalmat, addigra már behozták azokat a szigorításokat, hogy este 8 után már nem lehet, vagy kérik a védettség az igazolásokat, meg hasonlót. És ez miatt nehéz így beszélni, hogy nevettek rajtam. Ki nevetitek a lakodalomban. Semmi baj. A lényeg az, hogy ez délután kezdődött. Délbe kezdődött, és este 8-ig tartott. És azon gondolkodtam közben, hogy miért nem minden Lagzit így tartanak, vagy így fognak fel, mert így teljesen normális időben mindenki hazaért, és ugyanolyan volt a hangulata. Én úgy vettem észre legalábbis a közönségem, meg a vendégseregen is, hogy így egyáltalán volt ez baj, hogy mondjuk kint világos volt, és úgy ment a partika. Úgyhogy hát nem voltak ilyen szituációk is. De húzták a redőnyt legalább, hogy olyan sötét legyen, vagy nem függönyökbe voltak húzva, nem kellett, nem kellett, kellemes volt. Úgyhogy na, de egyébként nagyon aktív volt ilyen szempontból az év, szerencsére. És hol voltak még fellépéseim? Nem tudom. Szabadkán, ugye kávézóban. Szabadkán kívül is. De az már a Kontrabajánból. Magyarországon is játszottunk, az egy kicsit necces volt, mert pont a nyári időszakban ugye a legnagyobb tumultusok a határon ilyenkor vannak, és ebben az időszakban kellett átjutnunk. Ez ráadásul úgy zajlott, hogy a harmonikásunknak, aki hát a háromtagú zenekarból az egyik, aznap derült ki számára, majdnem Miki, hogy lejárt a szerb útlevele. Ezért egy magyar cserével... Magyar neki nincs, és ez miatt egy cserével tudtuk megoldani, amilyen csodával határos módon sikerült, összejött és átjutottunk a határon várakozásmentesen, úgyhogy volt egy ilyenünk is. De hát jövőre is lesznek koncertek, vannak betervezve januárra például Budapesten is, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy marad ez az aktivitás és ez a sűrűsége a fellépéseknek, reméljük. Hogy álltatok a sporttal idén? Sportoltatok? Mentetek valahova? Edzőterem, futópad, kiserdő, bármi ilyesmi? Kezdhetem én, mert ez a legegyszerűbb. Semmit nem csináltam. Semmit nem csináltam. Idén semmit. Az mit nem igaz. Volt semmi. Várj, láttunk egy képet rólad. Edzőterem előtt készült egy selfie. Az idén volt? Igen, volt. Nincs megállás. Az idén volt. Kezdődik. Én most fületésen kaptam egyébként az eckót. Ezúttal nem adjuk fel, valamilyen szöveg volt kint. A múltkor mondtam a... Megemlítettem csak a rádióban az edzőtermet, de nem azért, hogy azt mondjam, hogy jaj, jártam, vagy bármi, kihangsúlyoztam, hogy kétszer voltam csak és akkor valami dologról ott meséltem a műsorban, és az Eci engem elkezdett szivatni, hogy mert most a jársz, meg nem tudom. Jó, azóta volt a háromszor, és tudom, nem, és én felhoztam ezt a fotót, aha. És mondom, de az Eci, de mondom, te tették is ilyen fotót, és azt mondta nekem akkor, és mondom, te azóta nem is jársz a fotót. Ja, 8-szor és azt, igen, és akkor azt mondta nekem, hogy hát én 8-szor voltam. Most meg azt mondtad, hogy semmi. Abszolút nekem ez kimaradt. Most semmi vagy 8-szor? De most, hogy mondjátok, akkor 8-szor voltam. Na? Ha ez idén volt, akkor ez rohadtul év eleje. Ez év eleje, ez biztos év eleje. Igen, ez 2012 év eleje volt. Nem. De szóval de most mi? Éppen most vallottam be, hogy én az a 8-szor voltam, a 8 az 5-tel több, mint amennyit te idén voltál, és mégis te többet beszélsz róla. Nem beszélsz, de ez ilyen bunkó, nem is beszélsz. Én nem is értem. Szóval, igen? Aki igazán aktív, az Anett, hiszen Anett már 3-szor volt, de ő tervez 5-nél még többször elmenni.
Nem és igaz. Nagyon élvezed, nem. De mi a futball, egyébként, de rólad mesélj. Hát mit mondjak, amióta covidos voltam, azóta nem mentem futni. Na ez az, nem futsz többet. Kifutottad a covidot magadból? Nem, azóta, hogy nem tudom rávenni magam. A friss harmat illatát nem úgy érzi. Nyáron volt egyszer, hogy így hazaértem este, és olyan pont jó idő volt is, hogy azt éreztem, hogy így, hú, most úgy látod, hogy megjött a kedvem a futáshoz, és így felhúztam a kis cuccomat, ott megvan a szín, meg minden, és tudjátok, mennyit futottam? 100 métert, futottam 100 métert, az nagyon, hát az nagyon minimális. Rekord. És úgy éreztem, hogy így itt szúr, ott szúr, meg jaj, a tüdőm se a régi, a Covid óta, úgyhogy inkább hazamentem. Hát én ismerek olyanokat, akik félmaratonokat futottak, vagyok. Most meg 1 kilométert elég tudnak lefutni így a Covid után. Tehát, hogy azért, hát azért még ebben... lusta is vagyok, nem vagyok jó, egy kitartó egyébként. Persze, szóval ezek nem egyszerű dolgok. Brassó, te hasonló cipőben jársz, mint én, Hasonló cipőben járok, mint te, így van. Éppen ezért fordulok oda Sánta Zoltának. Aki amellett, hogy marasoni távokat... Gyorsan túlmentik rajta. Fantasztikus erőléti gyakorlatokat is végez. Edzőterem, otthon, stb. Az csak úgy, és miért az Eci őzik? Fél információ. Tudni kell, Zoliról biztos látják, most végre látják a hallgatók. Zoli megközelítőleg olyan 35 kilót fogyott az elmúlt. Miért nem többet mondasz? 135-öt. 45-re is kerekíthettél. És ez bizony, ez a sportnak is köszönhető. Több mint 15 kilót egyébként. A semmiből? Hát nem a semmiből, mert sportoltam. Nem, eleve nem voltál sose pocakos, hasas-pasas. Ja, értem, hát ilyen jó erőben voltam azért. Nagyon fura visszanézni ezeket a képeket, Zeci a mai napig nem tudja túlteni magát ezeken egyébként, mert a Facebooknak tulajdonság az, hogy régi emlékeket, korábbi pár évvel ezelőtti felvételeket, akár a reggeli kapcsán ugye kidobál folyamatosan, és ezeket mindig küldi be a közös chat csoportunkba, és mindig ezen hüledezik, hogy a Sánta hogy nézett ki, hát atya világ, de egyébként tényleg nagy különbség van, tehát óriás, én is látom óriás. Ezt a különbséget, arcban hát nyilván. Meg hát amúgy is, én szeretek sportolni, tehát olyan a magam szintjén, nem tudom, hogy ez mennyire haladó, vagy nem haladó szint, vagy alapszint, igazából tök mindegynek tartom, mert... Ez kell a lelkiállapotot azért megnyugtat? Én egyébként igen, tehát csomósz, az biztos, stb. Az az egyik, igen? A másik, amit egyébként szinte mindig megfigyeltem, az, hogyha mondjuk fejfájásom van, ami elég gyakran előfordult mondjuk az elmúlt egy évben, akkor ez segített mindig. Tehát elmentem egy picit mozogni, és ez egyszerűen kihajtja az emberből fizikailag ezeket az ilyen jellegű problémákat, úgyhogy... Kafetin így... az nem jutott eszedbe, hogy esetleg... A legizgalmasabb a kávé óta, a legizgalmasabb együttműködésünk az idén valósult meg, méghozzá a... Mondhatom, hogy kivel, ugye? Hát hogy ne mondhatnám? A Real Chocolate-tel, ugyanis kettő részbe osztottuk ezt az egész akciót, volt nyáron a fagyis rész, és télen a csokis rész. És nem csak abból állt, hogy mi ott mi ettünk, meg mi fagyiztunk, hanem például most az elmúlt időszakban eszméletlen mennyiségű csokoládét ajándékoztuk a hallgatóinknak. Csokit mondjuk nem is ettünk, vagy te ettél a közügyekben. Azt nem kaptunk tényleg. Közügyekben kaptunk. Ezt azért itt mondjuk azért el, nem kaptunk, azért nem kaptunk. Tehát, látod, fagyiból, fagyit viszont annál többet. Fagyit azt idáig ettük magunkat. És azért ez egy nagyon jó együttműködés volt, kölcsönösen húztuk egymást. De mi most itt adni jobb, őket. Mint kapni. Tehát adtuk, jó, hát igen, most karácsonykor, igen. Nyáron meg megettük szó. A de emberek persze. Elől a fagyit. A kegyerünk javát. Viccet félretéve azért, mert nagyon jól össze tudtuk kötni a dolgot. Én nem is gondoltam, hogy mondjuk a fagyit ilyen jól össze kötni a reggelivel. Mindig tudtunk mit beszélni róla, és ez abban csúcsosodott, hogy az a palicsi apropó, a palicsi terepi műsor, az ezzel a fagyival volt összekötve, ahol igazából nem csak vitorláztunk, hanem fagyiztunk, 4 kerekű biciklit béreltünk, aminek rossz volt a féke, és majdnem beleszaladtunk a csevaposba, de hát elmésztek arra? Még valami antikváriumosnak levertük ott a napellenzőjét. Beakadtunk, szidott minket. Bocsánat, elnézést. És ilyenek voltak, és aztán ugye ez a fagyi, ez nagyon jó volt, nekem sokan kérdezték, és nekem érdekesek ezek a... Mert ugye mi vezetjük a műsort, és aztán kimegyünk az utcára, és jönnek a reakciók. És nekem sok mindenki kérdezte, hogy nekem az egyik legjobb barátom is a fagyi bizniszben van, és mondták nekem több is, hogy te elárultál az egyik legjobb barátodat, te miért reklámozod ezt a fagyit? Hát mondom, gyerekek, ez biznisz, nem értitek? Mondom, én ebből élek. Hát értitek? Hát van egy műsor, tudod, termék. Mint a Don Corleone, én ebből élek, értsétek meg. Értitek, mondom, nem, üzlet az üzlet. Ez nem pénzű szó, ez nem pénzű szó, elárultad a barátodat, tudod, mondom, hogy hülyék vagy. Semmi személyes. Mondom, ez egész, ebből él, hogy eladja a lelkét. Nem személyes, Igen, ilyen is mondom, hogy abból élsz, hogy eladod a lelked mindennek.
Remet nyilván mind, tehát ez nem erről szól. Nyilván a Real az a panoreggeri aranyfokozatú támogatója, igen, ezt így mondhatjuk. Nyilván. Tehát, hogy alapvetően persze nyilván az ő termékeiket reklámozik, és jó termékekről van szó. Lehet egy nyerni egészen ugye 2021 végéig mindenféle ajándékcsomagot a panoreggeriben, ezt a jó szokásukat megtartjuk majd egyébként 2022-ben is. És ugyanúgy, hát rajtam röhögtök, de hát ezt ti is csináltátok. Persze, csináltuk. Hát, ugyanígy, persze. Így van, így van. Úgy, persze, igen. Mi is elárultuk a barátainkat a mandarinos fagyért. Egy kis pénz. Egy kis mandarinos fagyért. Bárkit elárulok azért a fagyért. De ez az egyik. A másik, ez a Zsorzsó sztori, ez röviden. Jó. Gyerekek, hogy járt? A Zsorzsóval. Ja. Én ott lakok egy ilyen, a Zsorzsó cica, a perc, a macskánk. És francia. És tudom róla másfajt mondta a tévedésbe. Következő volt nekem, az nagyon nem fel, és mindenkinek aztán vigyázol az állatorvosokkal, meg következő dolog van, nevek nélkül, én egy ilyen relatív fancy állatorvosi rendelő mellett lakom, relatív köze, és oda mentünk. És elkezdték vizsgálgatni a macskát, és meghatározták ott a nem tudom, a hanyadik ultrahang, meg röntgen, meg nem tudom miután, mert mindenki kell írni a macskák, mert valamit hallottak a szívén. Na mindegy, hogy így volt egy ilyen jelenet, hogy így tudom, az ultrahangozzák így a macskát, és így oda hívja a doktor, a másik doktor, jöjjön ide, és nézik ketten, és mondják, hogy így, úristen, üljet még, nem látod, hogy eljátszott, de mondom, most nekem ne jársz eszét, tudod, most én egy 2 méter magas ember vagyok, egy hófehér macskával járok ide, szerintem az én ötletem volt, de hát, hogy ne engem győzködjetek, úgyse dőlök be, na mindig. És nem tudom, hány vizsgálat után... Igen, nem tudom, körülbelül, ugye? És nem tudom, hány ilyen vizsgálat után, elég drágák ezek, de mint kiderült, más a háromszorét lehúztak mindig. Én rájöttem, hogy itt valami nem stimmel, és elmentünk ismeretségen keresztül egy profi állatorvoshoz, aki megvizsgálta a macskát, megfogta, hova? Kamerica. De különben nem vagy messze az igazságtól, mert a komplet papírologát leküldték egy specialistának Belgrádba, aki megvizsgált az egészet, és kiderült az egészben, hogy az égvilágos semmi, egy kis vitamin, de mindent meg lehet oldani. Rövid sztori, ez hónapokig tartott, és csak azért mesélem el, mert ugye ez az életünk része volt, itt mindig meséltem, igen, panaszkodtam. Igen. Vagyisági magyar hallgatók, azért családok része volt. Azért vagyunk megviseltek, mert persze. Állandóan ezt kellett hallgatnunk, igen? Egy éve ezt hallgatjuk. A lényeg az, hogy jó választottok meg az állatorvost, mert a felszi állatorvosi rendelők egy része le akar húzni, meg vannak állatorvosok, akik meg be akarják menteni az állatot, ennyi. Ilyen nincs, hogy az egyik azt mondja, hogy mindjárt meghal, a másik meg azt mondja, hogy semmi gond. Én és az a macska semmi baja, ugye? De hogy lehet ilyet? És tudjátok, hogy amióta elindult ez a sztori, mert ugye a rádióban is volt ez a sztori, jönnek emberek és mesélik, hogy egy csomó embernek van ilyen élménye. Persze, mindenkinek van ilyen élménye. Ez egy reális probléma. Persze. A sok hát közül. Látod, ezek a magánállatorvosi rendelők közül, ahova te is mentél, ezek annyira elővigyázatosak voltak, hogy egy kevés pénzért mindent megtettek volna, minden kivizsgálást elvégeztek. A rádióban rádióba mesélt el Anett, hogy mi volt a csúcs, egy nagyon pici milyen állatka volt? Lemming. Egy lemmingen egy 6000 dináros műtét, ugye? De végül nem kérték el a pénzt, de végül tettem, mert szájából kijutott. És ez olyan, na, ez nem nálunk történt, hanem ismerőseink. Értjük az álláspontodat. Úgyhogy, na, ő most már dr. Zekan, kardiolog Zamacske lett, megszerette a fokozatot, vagy a képességet. Na, ilyenek is voltak, úgyhogy jó, volt abszolút minden. Abszolút lehet képzelni, hogy az egyszerű gyűlöbb az akkor, hogy műt egy macskát ezen az asztalon. Egyébként ezt a lemmingnél, most például azt, hogy bemész egy állatorvos, az akkor az állatorvos azt, hogy várjon, és akkor egy könyvbe egy fellapozol az elbetűn, hogy akkor most ez hogy kell. Tehát, hogy én nekem tényleg le a kalapa, minden elismerésem az állatorvos között, hogy minden állatot külön így. Nem, de külön van itt ismernek. Ilyen specializációk vannak, nem, hát akik kis állatban, tehát hogy most nyilván nem ugyanaz a specializációk, aztán megy a tehénnek a Lemming szüléséhez, vagy nem tudom, szóval na. Mit vártok 2022-től? Hát én optimista vagyok. Igen, most egy kicsit szerbül beszélünk. Igen. Hát azért mégis mit várok? Azt várom, nagyon szeretnék nagyon sok helyre elutazni. Ezeket úgy rakosgatom a fejemben, hogy mikor, hova kéne, vagy lehetne. Meg, hát nem tudom, valahogy ilyen nyugodt minden. És így ezt várom a jövő évtől is. Minden nyugodt. Zeci? Tudjátok, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy van ez a trippem, a páros évek nálam mindig brutálok, úgyhogy a 2022, jó lesz. Az jó lesz. Robbantunk, keményen fogunk robbantani. Ez az én elképzelésem mindenben. Így muszáj hozzá. Robbantunk. Te is? Én is várom a páros évszámot. Robbantasz te is? Egy jó robbantás, aha. De most miért vagytok ilyen? Eljátszátok itt a nagyon finomakat itt most a tébe. Hát ez emberek ismernek már rá. Nem tényleg, hát én is. Zoli, te robbantasz?
bort, búzát, békességet kívánok. Sok hallgatót kívánok a Pannon Rádió hallgatóinak, és elsősorban a Pannon reggeli hallgatóinak. És hát egészséget kívánok, hogy végre visszálljon minden a régi kerékvágásba. Itt volt veletek Lajkó Anett, Blasnyó Zoltán, Zvekán Péter és Sánta Zoltán. Köszönjük a figyelmeteket, boldog új évet kívánunk a Pannon reggeli csapatának nevében. Sziasztok!